Basszus. De fáj fejem. Azt rohadt. Na szóval. Akkor itt Lucky vagyok. És megérkeztünk a nem tudom hova. Igen. Akkor valószínűleg ez egy másik bolygó számításaim szerint, igen. Mert hát ilyen furcsa a fű is, meg szinte minden ilyen más. Hát ez szép ilyen homok, hegy, képződmény. Na mindegy, nem tűnik fura helynek, sőt, sokban hasonlít a Földre, vagyis vannak olyan jelei, amik így jobban hasonlítanak a Földre, de nem igazán olyan. Na mindegy, ilyen fos színű a fű. Nem tudom miért. Viszont a fejem az mindjárt szétmegy, tehát az rohadtul fáj. Ez a utazás, gondolom, megviselte az emberi szervezetemet. Na szóval, akkor hol is vagyok igazából? De azért előrántom a kardom, hát ha szemben jön valami mutáns medve. Vagy mit tudom én mi. Mert nem tudhatjuk, hogy hol vagyunk. Jé! Civilizáció! Házak! Mi a fene? Na! Ez eléggé jó helynek tűnik, mert milyen szép házak ezek. Ezek ilyen aranyosak. Hajha. Jó, ez eddig tetszik. Viszont én távolról eléggé kihaltnak tűnik. Na mindegy. Azt a rohadt. Mi ez az ép? Te jó ég, ez rohadt jól néz ki. Mi ez? Gondolom M betű, tehát valami metróféleség, vagy meteorológia, de az nem hiszem, de mindegy. Jó, hát a metró általában forgalmas hely, tehát benézzek ide, mi van itt. Valami érdekes dolog, de egyelőre teljesen kihalt az egész, illetve kettő lejáró van, aluljáró. Akkor menjünk a bal oldalival. Ja igen, itt át lehet menni a másik aluljáró, értem. Meg ilyen kapuk. Tik! És még metró is van. Nekem tetszik ez a hely, egész pofásnak néz ki. És igazából az az egy probléma, hogy senki nincs itt, de tényleg az ég adta világon egy ember, ha legalább itt lenne. De beszartam! Jó napot kívánok! Jó napot, uram, bár te tegyél azt a kardot, már fél. Természetesen. Jó. Nos. Hát ön kicsoda, még soha nem láttam önt. Hát azt meg is hiszem, hiszen én most teleportáltam át kb. 5 perce a Föld nevezetű bolygóról, nem tudom, hogy hallott-e róla, illetve az itteniek, ha még van valaki, hallottak-e róla, de a Föld meg fog semmisülni, porrá fog válni, ahogy a mondást tartja. És ezért építettem egy szerkezetet, amivel át tudtam teleportálni erre a másik bolygóra, ami sokban hasonlít a Földre. Hát nos, hát igen, ez itt Petrój. Petrój? Petrój a bolygó neve, vagy a város? Hát a városka neve. Ja, értem. És a bolygónak nincs is neve? Hát... Hú, az jó kérdés. Hát igen. Akkor találtam már egy eltérést a Földdel kapcsolatban, jó van. Ezért azért elég fura, hogy... Mindegy. Szóval... Tudna mutatni nekem valami boltot esetleg?
vagy valami más helyet, ahol tudnék venni élelmiszert magamnak. Bár van 64 kenyerem, de az... Hidd el, gyermekem! Hidd el, gyermekem, az a 64 kenyér még bőven kell neked. Itt nincsenek boltok, hiszen egy nukleáris gáztámadás történt még egy olyan 5 évvel ezelőtt. Én és kb. 100 társam lemenekültünk ide a metróban, akik tették, viszont elhagyták a várost. Szóval itt hatalmas éhínség van, semmi állat vagy növény, amit el tudnak fogyasztani, mert, amit említettem már, tudod, hogy miért. Igen, szóval ez a gáztámadás tett be mindennek, ugye? Pontosan. És körülbelül hányan élték túl ezt a támadást? Hát olyan 100-on. Ajha, az nagyon kevés. És akkor hogy élik túl? Mit csinálnak önök? Vagy most hol van a többi ember? Hát a többi ember most próbál felmenni a felszínre, mert állítólag most már nem olyan erős a sugárzás. Vagy próbálnak bujtunkolni, aludni, próbálnak élni. Vajunk. Akkor lehet, hogy én most sugárzást kaptam? Most nagyméretű sugárzást, és akkor lehet, hogy valami gebasz lesz, hogy nem. Nyugalom, nekünk van egy olyan szervezetünk, ami ezt nagyon jól tudja. Azt elhitetjük az emberekkel, hogy ez a hely még mindig sugárfertőzött, és így nekünk tudnak dolgozni. Hoppá, már túl sokat mondtam. Nem, nyugodtan mondja tovább, nyugodtan. Érdekel. De én felesküdtem a Donnak, hogy nem beszélek semmit erről. Erről nem szabadna beszélnem. Don? Miféle Don? Nos, hát a maffia vezér. Ja, hogy akkor itt egy maffia uralkodik a metróban. Pontosan. És milyen ugye... Hát nem tudom, ez kb. Egy hétre lesz nekem elég kb. Ez a kenyér. Lehetséges lenne az, hogy én csatlakoznék ehhez a szervezethez, és magukkal tevékenykednék? Hát, mivel most már megtudod az egész maffiát, ezért most már muszáj lesz velem jönnöd. Gyere, és ki kell állnod pár próbát. Ezek nagyon veszélyesek, én csak annyit mondok. Én is majdnem belehaltam, amikor. Igen, és meg kellett csinálnom. Akkor is miféle próbák ezek? Legyen inkább meglepetés. Á, francia, én nem szeretem meglepetéseket. Na jó. Akkor merre megyünk? Erre, kövess. És nem megyünk metróval, vagy ezek már nem működnek? Hát, ezek igazából csak úgy vannak, mert kikötötték itt az áramot. Ellopták már azt is, ja, a vezetékeket. Akkor nyugodtan mehetek itt a síneken, ugye? Nem fog elindulni. Ja. Hello. Hát nem hiszem. Most pontosan hova is megyünk? Hát a kiképző bázisra. Á, értem. Ami eme sötét alagút végén található. Kedves naplóm, ma sikeresen átteleportáltam a nem tudom milyen bolygóra, de az biztos, hogy Petroly városában vagyok. A települést egy gáztámadás érte, ami miatt rengeteg ember, a lakosság nagy része meghalt, és csak körülbelül 100 ember élte túl a katasztrófát, akikből pedig egy réteg kivált és maffiát alapítottak. Egy tagot ismertem meg az alagútban, a jelvényén Devod állt, viszont még nem tudom a nevét. Most megyünk Donhoz, aki egy kiképzésre invitál, hiszen hogy tudjak csatlakozni, el kell végeznem ezt. Sok szerencsét, Lucky!